Pécs. A Mária út észak-déli és kelet-nyugati főútvonalának az egyik találkozási pontja. Pesten van mégis Esztergomban ilyen találkozás. És ez pedig a Tettye, ahova feltétlen fel kell jönni. A Havas Boldogasszony templom az, ami a legnagyobb búcsújáró helye a környéknek. És a Tettye pedig egy gyönyörű része a városnak. És itt a kereszt tövében elmondom, amit mindig kell, hogy gondoljak én, de talán mindenki, hogy a kereszt jele az nem áll meg itt, nem a szenvedésről szól, hanem a föltámadásról szól, és egy másik dologról szól, hogy ahhoz, hogy magunkat átadjuk, és valamit megújítsunk, ott kell hagyni valamit magunkból. Ahogy Jézus mondta, hogy ha a búzaszem nem hal el, akkor nem lesz termés. És Jézus, hogyha így nem hal meg a kereszten, akkor nincs föltámadás, nincs a Szentlélek eljövetele, mert a kereszténység erről szól, a feltámadásról szól, a Szentlélek jelenlétéről szól. És nem tudom, ezt hogy kéne igazán, hogy ez legyen a tudatunkban, hogy nem a szenvedésről szól. A szenvedés az az élet. De a megújulás, az előrehaladás, az átváltozás, az átalakulás, az egy szenvedéssel jár. Az zarándoklás is, hát, ahogy egy, tudjátok, egy zarándoktársam mondta, nem méznyalás, de egy nagy átalakulás, mert mindig az akadályok visznek bennünket előbbre. Indulj el! Ha életedben akadály van, bármi, ami megfog, bármi, amikor úgy érzed, hogy nincs tovább, na akkor kell elindulni.